Salgótarján. A város, amelynek óriási a történelme. Hatalmas az ipari múltja is, és Magyarországon majdhogy nem egyedi a földrajzi helyzete, mert hogy hegyek közé épült. Előző salgótarjáni adásunkban már bemutattuk a Bánya Múzeumot, amely párját ritkítja hasonló létesítmények között. Ez ugyanis egy régen valóban működő bányában kapott helyet, ahol annak idején a vájárok görnyedtek, most mi tehetjük ugyanezt turisták. Különbség, hogy nekünk nem kell szenetbányásznunk közben, így azért könnyebb. Azután legutóbbi adásunkban ellátogattunk a Dornyai Béla Múzeumba is, amelyben mindenki megtalálhatja az őt érdeklő témákat. Hogy miért? Hát azért, mert a Picasso rajzoktól a csodás üvegtárgyakon át a veterán mozdonyig minden van itt. Ma pedig először irány a Józsi. Hogy ez mi? Nos kérem, a József Attila Művelődési Központot hívják így a helyiek. Ez az az épület, amely szó szerint a város szívében található. Mielőtt azonban megismerkednénk a helyi kulturális élet központjával, ugorjunk vissza az időben. A következő filmhíradós tudósítás 1967-ben készült, és jól leszűrhető belőle, hogy mennyire régi és mégis milyen új város volt akkor Salgótarján. Természetesen a Józsi is feltűnik majd ebben a kis kortörténelemben, amelyet a filmhíradók online oldal őrzött meg nekünk. Több mint 1000 éve lakják, és 100 esztendeje már város Salgótarján. Régi képek őrzik a régi, de még ma is megtalálható utcákat, házakat. Ma is éppen így néz ki a 70 éve épült vasútállomás. Bányász élet a század elejéről. 1902-ben készült ez a felvétel, ez pedig napjainkban. Salgótarján ma már 35 ezer lakósú megyeszékhely. Épülő, szépülő város Nógrád megyében, a Salgó és Karancshegy völgyében. Talán nincs még egy város országunkban, ahol ennyire szemléletes lenne a múlt és a jelen. 10 éve kezdték a nagyarányú lakásépítést. Egész utcasorokat bontottak le, hogy a szűk oduk helyett modern lakások épüljenek. Egymás mellett a régi bányászporta szűk folyosójával és szinte ráépül a modern, új. Néhány év és itt Tarjánban már csak emlék marad a régi bányásztelepülés. 2 esztendeje áll a művelődési ház, és tavaly óta már tanítanak az új 16 tantermes gimnáziumban. A 4 éve épült karancszálló impozánsan emelkedik a város közepén. Azonban, hát a kivitelezés nem éppen sikerült, az erkélyek mennyezetéről huldogálnak a csempék. Ez itt a tarka-barka. A szép új házak lakói pedig hónapok óta hiába várják, hogy a környéket rendezzék. Fejlődik a városipara. Íme az egykori kályhagyár, most a Zománcipari Művek Tarjánő üzeme, ahol évi 200 millió forint értékű szén- és gázfűtési tűzhelyet készítenek. Az egyre bővülő üzem sok száz salgótarjáni lányt és asszonyt foglalkoztat. A zománcozott alkatrészeket a nemrég üzemvállított infraszárítóban égetik. Az új zománcozóban és szereldében készülnek a modern gáztűzhelyek, évente 103 ezer darab. Új csarnokot kapott az öblös üveggyár, ahol a régi mesterek mellett egyre több fiatal tanulja az üvegcsiszolás művészetét. De bosszúság is akad. A város kellős közepén szinte 10 percenként leeresztik a sorompót, amely itt is, mint sok más helyen, 10 percen túl is zárva tartható. És a tűző napon várni bizony nem kellemes. Ezért is ijednek a tarjániak küsölni a Karancsvölgyben épült új strandra. Ez a tarjániak büszkesége, mert az eddig vízszegény városban a város vezetői és lakósai összefogásával vizet fakasztottak. Rövidesen itt lesz Észak-Magyarország legszebb üdülőtelepe. Ez volt tehát a múlt, és akkor jöjjön a jelen. Az 1967-ben is sanyarú sorsú karancsszálló ma sem sokkal szebb, nem is működik, de mellette a Józsi, vagyis a József Attila Művelődési Ház a virágkorát éli. Az intézmény vezetőjét kértem arra, hogy meséljen egy kicsit nekünk a küldetésükről. Mivel Katalin korábban maga is televíziós volt, vagyis kollégák vagyunk, természetesen tegeződtünk.
Azt gondolom, hogy egy művelődési központ legfontosabb feladata, mindegy, hogy 1966-ot írunk, vagy 2022-t, az az adott város kulturális életének alakítása. És tágabb értelemben nem csak a város, hanem a környező települések, sőt egész Nógrád megye kulturális életének alakítása. Ugye fő feladatunk a közművelődési feladatok ellátása, ez nagyon sok mindent takar. Én azt gondolom, hogy ebből a legfontosabb azok a civil szervezetek és önművelődő szervezetek, mert hiszek abban, hogy egy város lelkét, szívdobbanását a civil közösségekben rejlő erő adja. És nagyon büszke vagyok arra, hogy a művelődési központban nagyon sok civil szervezet, önművelődő közösség talált otthonra. Jelen pillanatban 18 olyan szervezet van, amely itt a Józsiban tartja összejöveteleit, programjait, és ebben a művelődési központ nagyon fontos és jelentős szakmai segítséget nyújt a számukra. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nem tudom, a hímzőkörtől az ulti csapatig? Hát tulajdonképpen igen, tehát van benne egészségmegőrzés, van benne hagyományápolás, hagyomány átörökítés, van benne élethosszig tartó tanulást megvalósító civil szervezetek összejövetele. Tehát nagyon széles a paletta, és mi minden civil szervezet tevékenységét, munkáját, célkitűzését támogatjuk. Én azt gondolom, hogy erre nagyon jó visszaigazolásul szolgál az, hogy a József Attila Művelődési Központ bekerült a Salgótarján értéktárba, mint érték, és éppen pár nappal ezelőtt vette át a Nógrádikum elnevezésű elismerést, a művelődési központ és kulturális tevékenysége tulajdonképpen Nógrádikummá vált. Mielőtt tovább beszélgetnénk Katalinnal, kérjük kicsit a színvonalas helyi televízió segítségét. Forgatásunk után pár nappal ugyanis egy kiállítás megnyitó zajlott a művelődési központban. Az ehhez hasonló eseményekből, és ezért mutatom ezt most meg, sokat rendeznek a Józsiban. Nem ritkán azok a civilek, akikről Katalin az imént beszélt. Salgótarján várossá nyilvánításának tiszteletére centenáriumi, bélyeg, érem és képeslap kiállítást szerveztek városunk gyűjtőkörei a József Attila Művelődési Központ üvegcsarnokában. Az eseményen igazi különlegességként hatott az a 6 bélyeg festmény vagy bélyeg mozaik, amelyeket Cimmer Szendrei Judit készített bélyegekből. Az 5 még saját tulajdonú alkotás mellett a 6. megrendelésre készített kép jelentős részben ráadásul a salgótarjáni 1 forintos forgalmi bélyegekből állt össze. Erről az egyedi technikáról, illetve a bélyeg festményekről mesélt nekünk az alkotó. Vannak olyanok, amik maguk a bélyegek miatt készülnek, mert tetszik a bélyegnek vagy a színe, vagy éppen amit ábrázol. Itt is van mondjuk egy olyan kép, ahol sok-sok pillangós bélyeg van, tehát, illetve van az, ahol mondjuk egy megtörtént esemény, egy élmény, amit átéltünk, annak hatására készül a kép. Tulajdonképp saját magamat tanulom, a saját hibáimból tanulok, vagy egyre bátrabb vagyok, mondjuk ezt. Ezért volt az, hogy kezdetben teljes egészében felhasználtam a bélyeget. Igazából mindig kísérletezem, hogy mit lehet még belőlük kihozni. És nem csak, hogy most már a bélyegeket darabolom, hanem vannak olyan képek, ahol mást is felhasználok, nem csak bélyeget. Nagy öröm számunkra, hogy nagyon sok civil szervezet talált itt otthonra a Józsiban. A számok azok nagyon fontosak. Persze van egy ilyen mondás, nem idézném, hogy kitől, hogy annak a statisztikának hiszek, amit én hamisítottam, de... Táncok nem Churchill. De igen, de mi mindig készítünk statisztikát, hiszen a számok azért fontosak. Megmutatják, hogy merre kell haladnunk, vagy mely területen érdemes, egy picit nagyobb erőbedobással dolgozunk. A 2021-es esztendő az tulajdonképpen egy felemás esztendő volt, mert ha emlékeztek, akkor azt az évet még meghatározta a koronavírus járvány. Az év első hónapjaiban nem is volt nyitva a művelődési központ, a látogatók előtt zárva volt, mégis az elmúlt évben több mint 50 ezer látogatónk volt a művelődési központban, és közel 100 programra vártuk a látogatókat, az érdeklődőket, a salgótarjániakat. A 2022-es év ez egy másabb esztendő, itt a látogatók számáról még nem tudok pontos információt adni, de nagyon sok programot szerveztünk már most, csak nem 50 szabadtéri programra vártuk a városlakókat és a környező települések lakóit.
csak nem 20 kiállításon mutattuk be a salgótarjáni képzőművészek, grafikusok, festőművészek alkotásait, és több mint 50 egyéb programra, szórakoztató szakmai programra vártuk az érdeklődőket ide a művelődési központba. Amikor ide kijöttünk a ház elé, akkor keresztül jöttünk a nevezük recepciónak, vagy nevezük, ahogy akarjuk, és én itt jó néhány éve voltam már, de akkor egészen máshogy nézett ki. Ha egyetértesz, menjünk be, és mutasd meg, hogy miben új ez. Nagyon szívesen, örömmel. Induljunk. Bejöttünk az előtérbe, csak rá találtam a helyes kifejezésre, és én mondom, olyan 5-8 éve lehettem itt, teljesen máshogy nézett ki. Miért a sok változtatás? Igen, valóban az elmúlt években több kisebb-nagyobb változtatás, megújítás történt itt az épületben. Nagyon fontos vezérelv volt, hogy az épület eredeti arculatát, stílusát természetesen megőrizzük. Azt a tervet, azt az elképzelést, azt az álmot, amit az épület tervezője Szrok György papírra vetett, azt ne változtassuk meg. Viszont nagyon fontos igény, cél és elképzelés volt a fejünkben az, hogy az épületet úgy újítsuk meg egy picit, hogy azoknak a véleménye is meghatározó legyen a tervezés, ötletelés folyamatában, akik használják ezt az épületet. Tehát bármilyen átalakítás, felújítás elindul itt a művelődési központban, számomra kiemelten fontos, hogy megismerjük a civil szervezetek, a városlakók, közösségeink véleményét, javaslatait, mert hiszek abban, hogy akkor lesz igazán jó egy folyamat, egy átalakítás, egy rendszer újra gondolása, hogyha azt mindenki sajátjának érzi. És mivel ennek az épületnek minden szeglete közösségi tér, ezért fontos, hogy az a közösség, amelyik használja, sajátjának érezze. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos itt a művelődési központban az a szó, hogy partnerség. A kollégáim már mosolyognak, amikor azt mondom, hogy együttműködés, partnerség, de ez nem csak egy szóvirág. Én valóban fontosnak tartom, mert a város kulturális életének alakítása, ami a mi legfőbb feladatunk, az csak partnerségben képzelhető el. Partnerségben a városlakókkal, partnerségben a civil szervezetekkel, és partnerségben azokkal az intézményekkel, akik még itt működnek a városban, múzeummal, könyvtárral, színházzal. Én azt gondolom, hogy minden intézménynek megvan a maga feladata, de nagyon fontos, hogy egymást segítve végezzük a feladatot, és nagyon sok kapcsolódási pont van. És ha megtaláljuk ezeket a kapcsolódási pontokat, akkor az mindenkit előre visz, és természetesen mindezt a salgótarjániakért tudjuk megtenni. Egy teljesen más dolog, de szerintem nektek is fontos. Ugye nem olyan régen átadták azt az utat, amely most már lehetővé teszi, hogy Budapestől Salgótarjáni kvázi autópályán eljusson az ember. Ez mennyivel vitte közelebb Salgótarjánt az ország központjához? Én azt gondolom, hogy ez a fejlesztés, ez egy mérföldkő volt. Ha saját tapasztalatról beszélhetek, akkor az útépítés minden mozzanatát végigkövettem, mert akkor Budapesten dolgoztam, és majdnem napi szinten ingáztam. Akkor nem örültem ennek az építésnek, mert hogy hihetetlen módon lelassította az utazást, de elkészült az út, és hihetetlen módon lerövidült az az idő, amit az autóban kell tölteni. Én azt gondolom, hogy a salgótarjániak is, ha esetleg Budapestre szeretnének menni, akkor jóval könnyebben döntenek az utazás mellett, mert könnyebben elérik Budapestet. De ami számunkra fontos, hogy Salgótarján is sokkal könnyebben megközelíthetővé vált, tehát az az időtartam, ami alatt el lehet érni a Nógrádi megyeszékhelyet, az már úgymond bevállalható. És ha beszéltünk arról, hogy újítás, jazzfesztivál, érdekes programok, hogy utaljak a Schneidberger Ferenc koncertre, én azt gondolom, hogy ez nem csak a salgótarjániaknak volt hihetetlen élmény, mert hogy Budapestről is nagyon sokan érkeztek erre a koncertre, gondolom az élmény miatt, az érték miatt, és az is hozzájárulhatott egy picit, hogy maga az utazás azért az bevállalható volt. Most arra kérlek, hogy egy pillanatra lényegülj át turisztikai szakemberré és idegenvezetővé. Mit ajánlasz annak az embernek, aki nem járt még Salgótarjánban és környékén, de egy hosszú hétvégére eljön ide, mi minden nézzen meg?
Nem kérsz olyan nehezed, bár alapvetően ugye televíziós szakember, közgazdás és informatikus lennék, de azt gondolom, hogy akinek fontos a szülővárosa, az tudja hirdetni az értékeit, hogy miért érdemes Salgótarjánt megismerni. Amikor Budapesten dolgoztam, akkor a kollégáimnak mindig azt mondtam, hogy gyertek el és nézzétek meg Salgótarjánt, mert érdemes. Mondták, hogy ugyan mi az, ami ott érdekes lett. Csak gyertek el, és higgyétek el, hogy olyan élményben lesz részetek, amely páratlan. Egyes Salgótarján egy völgyváros. Nagyon szép az épített környezete, és nagyon szép a természeti környezete. Mind a kettőt érdemes megnézni. A József Attila Művelődési Központot természetesen érdemes megnézni, az összes képzőművészeti alkotásával együtt. Érdemes megnézni a gyönyörű belvárosunkat, érdemes megnézni az összes többi épületet, legyen ez múzeum, városháza, Balassi Bálint megyei könyvtár, és érdemes egy picit távolabbra menni. Érdemes kimenni a természetbe, az erdőkbe, a hegyekbe, mert azt gondolom, hogy ez olyan fajta élményt nyújt mindenkinek, amelyre ebben a rohanó világban, kicsit közhelyes, de mégis igaz, szükség van. Mert itt a városban közvetlenül találkozhatunk a környezettel, és a városnak és a környezetnek ez a fajta összefonódása, én azt gondolom, hogy nagyon ritka és nagyon különleges. Hamarosan visszatérek Katalinhoz, hiszen rengeteg érdekesség van még, amit meg akar mutatni a Józsi nevű épületben. De ezt megelőzően kicsit hagyjuk el Salgótarján belterületét, és kiránduljunk a várostövező hegyek közé. Ha azt mondom, hogy csodálatos a környék, akkor még nem is mondtam sokat. Ha hozzáteszem, hogy harapni lehet a kristálytiszta levegőt, akkor már kissék közelebb vagyok az igazsághoz. A hegyek között áll a Geocsodák háza, amely egy időben a kultúra és a történelem otthona. Na meg egy kicsit a földrajzé. Mindenkinek javaslom, hogy jöjjön el ide, mert megéri. A legbutább riporteri kérdéssel fogom kezdeni. Hol vagyunk mi pontosan, és erről az épületről mit kell tudni? Jelenleg Salgóbányán a Geocsodák házában tartózkodunk. Ez az épület, ez az 1920-as években is itt állt. A bányának volt egy élelmiszerraktára, népbolt, majd később bányakaszinó, 30-as évekre a kulturális élet központja. 2015-től pedig egy Széchenyi programnak köszönhetően felújítva múzeumi funkciókat foglal magába a Geopark látogató központjaként. Mit kell tudni a Geoparkról magáról? A Geoparkról annyit érdemes tudni, hogy 2010-ben csatlakoztunk az UNESCO globális geopark hálózathoz. A Novograd-Nógrád Geopark volt az első olyan határokon túlnyúló geopark, amely 28 szlovák és 64 magyar település alkotja a területét. Hogyha én meg akarok ezzel ismerkedni bővebben, nyilván mi most csak egy kicsit megkaparjuk a felszínt, hol találom meg az interneten azt a tudást, ami kellhet ahhoz, hogy itt jól érezzem magam, ha eljövök? Van több honlapunk is, az egyik az a Geoparknak a saját honlapja, ez szigorúan inkább a geoparki értékeket csoportosítja, valamint van egy hellosalgotarjan.hu honlapunk, ami pedig inkább a turisztikáért felelős. A geoparki turizmust általában kik veszik igénybe? Ugye tudjuk, hogy a Balatonban a fürdőzők mennek, Budapestre mondjuk a nem tudom, színházba járók is a geoparkokban. A Novograd-Nógrád geopark az jellemzően inkább a vulkanizmushoz kapcsolódik. A helyi sajátosságok azok például a salgó, a somoskő, bazaltorgonák, bazaltoszloposság, míg délebre tőlünk Bérnél pedig a jellemzően andezit oszloposság látnivalók, tőlünk egy kicsit keletebbre pedig kazárnál riolit tufa eróziót érdemes megnézni. Illetőleg szerintem érdemes itt a levegőbe beleszippantani. Mindenképp szubalpin klímánk van egyébként itt a Salgó környékén, nagyon egészséges. Mit jelent az, hogy szubalpin klíma? Földrajzórára jártam ugyan, de ez nem maradt meg. Hát ez gyakorlatilag egy alacsonyabban fekvő alpesi klímát, mint például itt Sopron környéként, hogyha figyelembe vesszük. Ugyanez a szubalpin klíma van itt is nálunk, itt Salgó környékén. Ugye említetted, hogy ez annak idején bányászati célokat szolgált ez az épület. Ma viszont én, ha így körbenézek, merem azt mondani, hogy múzeum, tudom, látogató központ.
Látogató központ, de egy múzeumi funkció az alapja neki, valamint közösségi tér. A bányászathoz pedig ugye úgy kötődik, hogy Salgóbány az egy szénbányász település volt, a környező települések pedig azok a medvesi bazalt bányákon keresztül inkább a kőbányászatra fókuszáltak. Engem egyfolytában izgatott egy fotó a hátad mögött, Zente Ferenc van rajta. Menjünk át abba a szobába és mesélj arra. Rendben, menjünk át. Mert ez az a fotó, amit odakint már láttam, Zente Ferenc, azt írja, köszönöm a jó Istennek, hogy ide születhettem, ő így ugye van. Salgóbányai. Jelenleg a Zente Ferenc emlékszobában állunk. Zente Ferenc úgy kötődik ide, hogy az édesapja volt az István tárónak, az első medvesi szénbányának a bányagonnoka, bányamérnökként, és Zente Ferenc is ide született, ettől az épülettől körülbelül egy 150 méterrel álló házban. Ő egyébként tartotta a kapcsolatát ezzel a tájegységgel? Nagyon sokszor visszalátogatott magánemberként. Mennyire őrzik itt Salgótarjánban és környékén az ő emlékezetét? Zente Ferencet, mivel pozitív személyiség volt mind a magánéletben, mind szerepeiben, nagyon sokan szerették. Itt a helyi idősek klubjában is többször előfordult, valamint itt Salgóbányán a Zente Park is az ő emlékét őrzi, van egy mellszobra, tehát nagyon szívesen emlékeznek vissza rá. Itt ebben a Zente szobában mi mindent állítottatok ki? Zente szoba az gyakorlatilag Zente Ferencre emlékezik, valamint a Salgóbánya múltjára, mint szénbányász településre, édesapja fotója is látható, van itt két jelmezrekonstrukció, valamint megy a kijelzőn a tenkes kapitány. És mögötte pedig láttam, hogy egy nagy konferenciatermetek is van. Így van, ez gyakorlatilag ez annak idején a 20-as, 30-as évekre a helyi kulturális élet központjává vált. Olyan legendák is vannak, hogy itt volt ebbe az épületbe, ebbe a színházteremben Nógrád megyének az első színes hangos mozivetítése. De most is be van rendezve, úgyhogy ezt hiszem, most is használjátok. Igen, gyakorlatilag egy pár nap múlva lesz itt egy geoparkos konferenciánk, ami Radványi Ferenc életét fogja feldolgozni. Azt olvastam egy kiadványban, hogy van egy határőr kiállításotok, és ez merre van? Így van, itt a szomszéd szobában láthatjuk a határőrt. Menjünk át. Menjünk át. Parancsolj. Wow! Ebben a szobában pedig a karancsmedves határőrzői kiállítást láthatjuk, ami a határőrség történetét dolgozza föl, kis használati tárgyakban, tablókban, valamint egy dokumentumfilm is fut a háttérben, határfilm címmel dolgozza föl a határnyitás történetét. Van olyan, amikor valódi határőrök látogatnak meg benneteket? Igen, a mai nap is jönnek olyan 4 óra környékén egy határőr csapat, és megnézik a határőrség kiállítását. Van egyébként katonaromantika? Gyakorlatilag hallottunk történeteket a katonaságról. Van, aki ugye volt határőrként, volt katonaként látogatja meg ezt a kis szobát, és előtörnek az emlékek. Te voltál katona egyébként? Igen, én voltam. Határőr? Nem, sorkatona voltam, először Kiskörösön, majd pedig Rétságon. Akkor ezeket a ruhákat azért ismered te is. Abszolút, igen. Te melyik tábort erősíted? Azt, aki azt mondja, hogy katonaság jót tesz a fiataloknak, vagy azt, amelyik azt mondja, hogy kidobott év vagy évek? Én úgy gondolom, hogy maga a katonaság, a kiképzés az jót tesz. Azon már lehet vitatkozni, hogy volt-e értelme egy, másfél vagy két évig, de mondjuk egy rövid kiképzés, egy rövid kis csapatépítés az akár a mai fiataloknak is jót tenne. A szoba kellős közepén egy kő. Ez milyen kő? Ez egy határkőnek a másolata, konkrétan a Somoskőfalui határátkelő helyen található eredeti határkőnek a másolata. Ez a Somoskőújfalui határon állt egy hasonló. Eredeti határkövet azért nem tudtunk behozni ide a kiállításba, mert azok most is a határon teljesítenek szolgálatot. Tehát aktív határkörről beszélünk. Így van, így van. Hát azért tegyük rá a kezünket.
Milyen jó lenne, hogyha ez a határkő egy kicsit arrébb lenne. Na, ne szólj szám, nem fáj fejem. Inkább menjünk tovább, illetve nem tudom, hogy tovább megyünk-e, de hát Salgótarján és környéke mégis a bányászatról ismert. Van valamiféle bányászati kiállító termetek? Igen, van egy másik termünk, amiben pedig a geoparki értékeket dolgozzuk föl. Itt gyakorlatilag mind a geoparkkal, a vulkanizmussal, a geoparki maradványokkal, mind a kőbányászattal és a szénbányászattal is megismerhetnek az ide látogatók. Ismerkedjünk meg! Itt pedig a geoparki élménytárba érkeztünk be, ahol a kőzetekkel, ősmaradványokkal, majd később szénbányászattal, kőbányászattal ismerkedhetünk meg. Játék? Játék. Ez egy kőzetfelismerő játék. Itt a feladat az lenne, hogy föl kell helyezni a feliratok szerint a különféle kőzeteket, majd megnyomni a piros gombot, és akkor megmondja a gép, hogy jó helyre kerültem. Na, akkor én azt kérem Tomi kollégámat, hogy jöjjön ide a hátunk mögé, most legalább látják a kedves nézők, hogy két operatőröm is van, akkor ezt a kőzetet be kéne helyezni, ugye van még gránátos... Gránátos andezit hiányzik, egy gázzárványos bazalt és egy barna szén. Hát, melyik a legmorzsalékosabb, az lesz a barna szén? Figyelj, ez nekem... Engem ez emlékeztet a színre. Így van, az egy elég jó tipp. Gázzárványos bazalt is nagyon egyszerű, mert ott, ahol gáz maradt a kőzetbe, ott mi maradt a gáz helyén? Lukak. Lukak. Akkor ez az ementális sajtra hasonlító. Így van, az a gázzárványos bazalt. És akkor, miután már csak egyetlen hely van, ez a gránátos andezit. Gondolom akkor a gyerekek? Kérlek, nyomj egy piros gombot, nézzük meg, hogy helyes-e a megfejtés. Na. Gyerekek és a felnőttek is nagyon szeretik ezt a kőzetfelismerő játékot. Fú, gyere csak, Tom, itt látszik, a zöld lámpák kivillannak. Mondanám, hogy 100%-os teljesítmény, de hát nagyon bravaszul. Volt egy pici segítség. A 12-ből 3-at kellett fölraknom csak, és azért a barna szenet csak felismeri egy falusi gyerek, úgyhogy azzal nem volt gondom. Apropó bányászat, most komolyra fordítva a szót, mi lenne ezzel a környékkel, ha nem lett volna bányászat? A barna kőszén felfedezése az az iparosodáshoz nagy mértékben hozzájárult, tehát az itt lévő barna kőszén készletre épült rá tulajdonképpen a Rimamurányi vasműnek az acélgyára is, valamint később az üveggyártás, és így lett tulajdonképpen egy 50-55 ezres iparváros Salgótarjánból. Egy mágszemnyi kis városkából. Egy mágszemnyi kis városkából. Én találtam, képzeld el, egy olyan videót, amikor az újpesti Dózsa itt kezdte a bajnoki szezonját fazekasékkal, meg dunai edélyékkel, és teli volt a salgótarjáni futballpálya, és 2-1-re nyert az Újpest. Úgyhogy gondolom, nagy bánat lehetett a városban. Ó, és a bányász eszközök. A bányász eszközök, itt ezen a részen a szénbányászatról emlékezünk meg, egy picit arrébb pedig a kőbányászat, a medvesi bazaltbányák. Aha. Mert azért, ha bányászatról van szó, mindig a szénre gondolunk, de azért ne felejtsük el, hogyha nem lennének kövek, akkor nem lennének épületeink, és nem lennének útjaink például. És ha már az utat említetted, akkor ugye itt a Macskalyuki bányában bányázták az úgynevezett macskakövet, ami gyakorlatilag Európa fővárosait burkolta. Hihetetlen. Ó, ott meg egy várat látok a hátad mögött. Ott pedig a Salgóvár évszázadai kiállítás részhez érkeztünk el, Salgóvár makettjével, valamint itt a vitrinekben pedig a Salgóvárnál 86-ban, 83-ban és az azt követő ásatásoknál talált tárgyakkal. Ezt egyébként a Kubinyi Ferenc Múzeumtól kaptuk kölcsön 5 évre, és nagyon szerencsés, hogy a megtalálásuk helyétől ilyen közel ki tudjuk őket állítani. Viszonylag kis helyen nagyon sok értéket raktatok itt össze, és nagyon sok félét ráadásul. Igen, látványosnak kell legyen gyakorlatilag ma már egy múzeumnak, valamint a geoparknak olyan sok értéke van, hogy úgy tekinthetjük ezt, mint egyféle étlapot, hogy mit érdemes megnézni a környéken. Neked egyébként melyik a kedvenc részed a saját múzeumotokban? Nekem talán a kőzetfelismerő játék. Akkor jó, hogy azt játszottuk. Így van. No, ilyen érdekességekkel vár mindenkit Salgótarjánban a Geocsodák háza. Most viszont irány vissza a Józsiba, vagyis a József Attiláról elnevezett művelődési központba,
Oda, ahol sok más mellett a Zente Ferenc Színház is működik. Minket most beengedtek egy próbára, de mivel itt csendben kell lenni, mégpedig annyira csendben, hogy lehetetlen interjút készíteni, kimentünk az igazgatóval az előcsarnokba. Zente Ferenc a nemzet színésze, az Salgóbányán született, tehát ez ma Salgótarján egyik település része, úgyhogy adta magát a helyzet, amikor gondolkodtunk azon, hogy milyen nevet válaszol a megalakuló Salgótarjáni színház, akkor Zente Ferenc nevét választottuk természetesen. Emlékszel azokra a napokra, amikor lázasan gondolkodtatok, hogy hogy kellene egy vidéki megyeszékhelyen beindítani egy színházat? Ezek nem napok voltak, hanem ezek évek. Itt Salgótarjánban az amatőr színjátszásnak évszázados hagyománya van, de valahogy a professzionális színjátszásra tulajdonképpen a 2000-es évek első felé kellett várni. Akkor lett itt néhány olyan gondolkodó, aki megfogalmazta, hogy jó lenne egy professzionális színház Salgótarjának. Aztán teltek az évek, több beadvány, több terv született, és akkor 2012-ben lett az a pillanat, amikor az akkori városvezetés felkarolta ezt az ügyet, és így született meg tulajdonképpen 10 évvel ezelőtt a Zente Ferenc Színház. Ugye egy évtized az már alkalmat ad az összegzésre, honnan, hová jutottatok el? Hihetetlen mínuszból indultunk. Tehát nem volt ennek a fajta profi színjátszásnak semmilyen előzménye, hagyománya Salgótarjánban. Tehát maga, hogy egy ilyen színházat föl tudjunk építeni, az egy nagyon komoly alkotó munka volt. Salgótarjánból vannak neves elszármazott művészek, de akkor, amikor a Zente Ferenc Színház megalakult, csak amatőr művészek voltak itt, tehát meg kellett nyerni néhány olyan neves fővárosi, elsősorban fővárosi művészt, aki ide szerződött hozzánk. Több szempontból egy, hogy legyenek professzionális színészeink, a másik pedig, hogy azok az amatőr művészek, akik szívvel, lélekkel csinálták a színjátszást itt Salgótarjánban, tudjanak tanulni, tudjanak előrelépni. Aztán a 10 év alatt hihetetlen fejlődésen ment át a színház. Készítettünk egy számvetést, hiszen most vagyunk 10 évesek. Ez alatt a 10 év alatt 59 bemutatója volt a Zente Ferenc Színháznak, 1200 előadást tartottunk, és ami nagyon érdekes, és talán egy vidéki színháznál az talán nem jellemző, hogy 130 olyan település van a Kárpát-medencében, ahol mi az elmúlt 10 évben már játszottunk. Jó, akkor rengeteget utaztok. Igen. Úgy is szoktuk mondani, hogy a Zente Ferenc Színház a vidéki színházak közül az egyik legtöbbet vendégszereplő, tájoló színház. Ennek nagyon praktikus oka van. Mi itthon Salgótarjánban, ha bemutatunk egy előadást, akkor 4-szer, 6-szor, 8-szor tudjuk játszani. Más színházaknál azért ez egy lényegesen nagyobb szám, hiszen több életházuk van. Ahhoz, hogy mi egy előadásnak életet adjunk, azt el kell vinni távolabbi helyekre is. Mivel a színház a kezdetétől megfogalmazta, hogy ezeket az előadásokat szeretné tájoltatni, ezért minden rendezővel, minden alkotóval úgy egyeztetünk, hogy olyan módon kell az előadást színre vinni, hogy az tájoltatható legyen, tehát olyan díszletet kell készíteni, ami 3 teherautóba befér, és hát igazából ez egy picit megszabja azt a profilt is, hogy mi milyen színházi darabokat viszünk színre. Mi úgy fogalmaztuk, hogy egy modern népszínház vagyunk, tehát igazából szórakoztató, elgondolkodtató, de a legfontosabb, hogy minőségi módon színre vitt előadásokat készítünk, és ezzel tudunk tájolni. Ez nagyon jól mutatja, hogy talán nem járunk rossz úton. A Dériné programnak mi nagyon masszív szereplői vagyunk. Mi vagyunk az egyetlen egy magyarországi színház, amely 9 előadással vesz részt az országjáró alprogramban. Ennek mi nagyon-nagyon örülünk, és hát azért is örülünk, mert egy olyan magas színvonalú szakmai grénium válogatja ezeket az előadásokat, hogy tájolják, vigyék a színházak, ami talán azt is erősíti, hogy az elmúlt 10 évben nem csak számokban, hanem talán a művészeti munka tekintetében is nagyon sokat tudott fejlődni az Zente Ferenc Színház. Amikor kiderült, hogy a Józsiban fogunk forgatni, eldöntöttem, hogy mindenképpen megnézem a híres mozaik falat. Hallani már sokat hallottam róla korábban, de látni még sosem láttam. Nos, nem csalódtam. Persze mondhatják, hogy ez az alkotás nem a ma művészi ízlésvilágának megfelelő, de ha ez igaz is, szerintem ez egyáltalán nem fontos, mert hogy egész egyszerűen itt feledkezik a turista ezelőtt a mozaik előtt, és próbálja megfejteni.
A kultúrház igazgató nője szerint is Salgó Tarján egyik fontos látnivalója ez. Azt gondolom, hogy ez a mozaikfal meghatározó része a művelődési központnak, és maga a művelődési központ pedig meghatározó része a városképnek. Ugye Hildíjas a városközpontunk, és a városközpontnak az egyik reprezentatív épülete a József Attila Művelődési Központ. 1966 tavaszán nyitották meg a salgótarjáni közönség a salgótarjáni látogatók előtt. Egyes források szerint április 3-án, más források szerint április 4-én. Hát tulajdonképpen maradjunk abban, hogy 66 tavaszán. Akkor ez a mozaikfal még nem díszítette az épületet, 1967-ben adták át ezt a gyönyörű alkotást, ez Blaskó János alkotása. Én azt gondolom, hogy nagyon meghatározó része ennek az épületnek, és bárki, aki felkeresi Salgó Tarjánt és eljön a művelődési központba, amit mi Salgó Tarjániak csak Józsinak hívunk, akkor megcsodálja ezt a gyönyörű alkotást. Nem kérdezem, hogy miért hívják Józsinak, hiszen nyilván a József Attilából, de ez egy ilyen közkeletű névvé vált már? Igen, a Salgó Tarjániak csak így hívják, hogy a Józsi. És erről mindenki tudja, hogy tulajdonképpen miről is beszélünk, hogy mely épületről, mely intézményről van szó. Mekkora szerepet tölt be egyébként Józsi az itteniek életében? Én azt gondolom, hogy hihetetlenül nagyot. Ahogy említettem, ugye 1966 tavaszán nyitotta meg ez az intézmény a kapuit, és egy nagyon fontos állomás volt a város történetében, hiszen egy kicsit megváltoztatta a város kulturális életét. Meghatározó szerepe volt a tevékenységének a város közművelődési életében, és azóta is meghatározó szerepet tölt be, és büszkén mondhatom, hogy nem csak a város, hanem az egész megye közművelődésében egy meghatározó szerepet tölt be a művelődési közt. Pont. Nagyon sok látogatót fogadunk minden évben, nagyon sok programot kínálunk a salgótarjániaknak. Ahogy szoktam fogalmazni, a város kulturális életét a Józsi alakítja, de a város lakókkal, a város civil szervezeteivel és önművelődő közösségeivel együtt, akik itt ebben az épületben otthonra találtak. Te is salgótarjáni vagy. A te gyerekkorodban Józsi mi mindent jelentett nektek 13 évesen, 15 évesen, 18 évesen? Azt hiszem, hogy nagyon sokat. Tehát aki Salgó Tarjáni, az nem tud anélkül gondolni a Józsira, hogy ne dobogna hevesebben a szíve, hiszen nagyon sok emlék, program, élmény köt ide. És talán egy kicsit sorsszerű is, mert hogyha visszagondolok gyerekkoromra, akkor van egy meghatározó élményem. Egy bábszínházi előadáson vettem részt, nem én voltam a főszereplő, hanem a bábok, de az egyik báb mögött én voltam, és hihetetlenül nagy élmény volt, amikor feléphettem a színpadra. Nagyon izgultam, hihetetlenül ideges voltam, és azt gondoltam, amikor vége volt ennek az előadásnak, hogy büszke vagyok magamra, és büszke vagyok a csapatra, és persze a tanító nénire, aki segített minket az előadás során. És nagyon érdekes volt, amikor hosszú-hosszú évek után ismét a színpadra léptem, akkor már moderátorként, műsorvezetőként, de mindig nagyon szerettem ezekre a deszkákra állni, és később, amikor az intézmény vezetőjeként álltam ki a színpadra, az egy másfajta érzés volt, de a büszkeség az nem múlt el. Beszéltünk erről a gyönyörű szép mozaikról, de hát közel sem ez az egyetlen művészeti alkotás itt a művelődési központban és annak környékén. Ez így van, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a művelődési központ belső tereiben, illetve külső környezetében számos országos és nemzetközi hírnevű képzőművész alkotása csodálható meg. Ugye az egyik a mozaik fal, amiről beszéltünk, nagyon különleges és nagyon büszkék vagyunk rá, de hogyha itt az épületben egy picit szétnézünk, akkor mindjárt a bejáratnál, az épület előterében egy József Attila domborművel találkozhatnak a látogatók, ez Kő Pál alkotása, és mindenképpen kiemelném, itt a környezetünkben van Varga Imre a Város című térplasztikája. Ez azért fontos, mert hogy Salgótarján 100 éve város, és ennek keretében egyrészt figyelünk a hagyományainkra. Nem megőrizzük, hanem inkább átéljük, megéljük, és büszkék vagyunk értékeinkre, szeretnénk minél többet megmutatni belőle. És most jött el az idő, hogy ezt a térplasztikát egy kicsit felújítsuk. Éppen most folyik ennek a munkának a dandárja, tehát egy másfél hónapon belül már eredeti szépségében pompázhat ez a térplasztika. Én Jászberényi vagyok, nálunk két ennél sokkal kisebb művelődési központ volt, mondjuk a kettő együtt majdnem akkora, mint ez. És nekem nagyon sok első élményem fűződik ezekhez az intézményekhez. Az első könnyűzenei koncertem az első emelet 86-ban. Az első szerelmeim, az első diszkók, neked vannak ilyen első élmények a Józsival kapcsolatban?
Hát első élmény a Báb Színházi előadás, az mindenképpen meghatározó. Én azt gondolom, hogy az első az nagyon sokféleképpen értelmezhető. Ugye azt tudjátok, mert megismerkedtetek egy picit Csalgó-Tarján történetével, hogy ez egy fiatal város. Idén ünnepeljük a 100. születésnapját, és ez egy centenáriumi év itt Csalgó-Tarjánban. Január 27-én indult, és ez az emlékév jövő év január 27-én fog zárulni. És a centenáriumi év keretében nagyon sok, én úgy szoktam fogalmazni, hogy lélekemelő eseményt valósítottunk meg, és még nagyon sok program áll előttünk. És ezek között nagyon sok volt az első. Egyrészt ugye Salgó-Tarján 100. születésnapját egyszer ünnepeljük, hiszen egyszer 100 éves egy város, és nagyon sok olyan program volt, amelyet hagyományteremtő szándékkal indítottunk el. Hogyha régi koncertélményekről beszélünk, akkor biztos mindenkinek eszébe jut, hogy Salgó-Tarján történetében jelentős szerepe volt a Nemzetközi Dixieland Fesztiválnak. Ugye 2019-ben rendeztük meg 35. alkalommal, és a főszervezőkkel közösen leültünk, és úgy gondoltuk, hogy 35 év után érdemes egy picit újra gondolni, egy picit szélesebbre tárni a zenei stílus kapuját, és így született meg a Jazz Fesztivál ötlete. Első alkalommal rendeztük meg most szeptemberben. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy sikerrel, nagyon sok látogatóval, és nagyon büszke vagyok rá, és azt hiszem, hogy minden Salgó-Tarjány nagyon büszke rá, hogy itt a Jazz Fesztivál nyitó napján egy salgó-tarjáni büszkeség, híresség, Schneidberger Ferenc kárpáztatta el a közönséget a Művelődési Központ színpadán. Katalinnal ezután egy rövid sétára indultunk. Átballagtunk a főutcán, majd megálltunk egy pillanatra Salgó-Tarján egy ismert festőjének szobra előtt. Balázs János 1905-től 1977-ig élt. Az az elképesztő benne, hogy 63 éves koráig nem, vagy csak néha festett. Akkor is magának. Élete utolsó évtizede viszont rendkívül termékeny lett. A helyiek egyik parádés ötlete volt, hogy a szobra mellé egy panelépület tűzfalára felfestették néhány munkájának másolatát. Így tulajdonképpen egy állandó kiállítás ez. A szobortól néhány lépésnyire pedig egy egészen különleges lépcső emelkedik. A különlegességét a festettsége adja. Kicsit hűvös van, de azért megérte szerintem sétálnunk egy közepeset, mert hogy mögötted egy olyan lépcső, ami hát részint Einstein szemez most velem egészen konkrétan, részint pedig nem tudom hány lépcsőfokon keresztül színesnél színesebb az egész. Hogy keletkezett ez, és mennyit adott hozzá ennek a lépcsőnek a megjelenéséhez, hogy nem ilyen szürke? Nagyon örülök, hogy a javaslatot elfogadva elkísértetek ide, sétáltunk ehhez a lépcsőhöz, ez több szempontból is fontos számomra. Egyrészt tudok nosztalgiázni, mert 10 évesen nagyon sokat ültünk ezen a lépcsőn, és beszélgettünk, már ameddig a szülők elengedtek, de azért általában este 10 óráig, péntek és szombat esténként. Egyrészt egy kicsit nosztalgikus érzést ébreszt bennem ez a lépcsősor. Másrészt mosolyogva azt szoktam mondani a 10 éveseknek, hogy jó sok lépcső vezet a Bolyai János gimnáziumhoz, tehát már ez is jelzi, hogy bizony kemény erőpróba ott helytállni. Harmadrészt azért fontos, mert tulajdonképpen ebben benne van az, ami az egész József Attila Művelődési Központnak a hitvallása, a mottója, miszerint színt viszünk Salgó-Tarján mindennapjaiba. Én azt gondolom, hogy a Salgó-Tarjánban, amiről azt gondolják, hogy egy szürke város, különösen fontos. Mi színt viszünk a programjainkkal, és van egy fiatalokból álló közösség, aki pedig a színeket valóban oda varázsolja a város jó néhány pontjára, oda varázsolta jó néhány helyre. Ez a lépcső az egyik. Egy fiatalokból álló civil szervezet azt a célt tűzte ki magáé, hogy megpróbálja megszínesíteni a város szürke épületeit. Az egyik ez a lépcső, a gimnáziumhoz vezető lépcső. Én azt gondolom, hogy ez egyrészt példája annak, hogy a fiatalok igenis képesek tenni azért a városért, azért a szűkebb, tágabb környezetért, ahol élnek, másrészt, hogy képesek megmozdítani egy közösség tagjait, és hogy képesek valami maradandót alkotni azért, hogy fiatalok és idősebbek
otthonosabban érezzék magukat a szülővárosukban. Itt volt az idő, búcsúznunk kellett Salgótarjántól. 3 napot töltöttünk a városban, és 2 hazahúzót forgattunk közben önöknek. Így a végén azt hiszem, hogy illik levonni a tanulságot. Nincs nehéz dolgom, mert hogy 2-3 mondatban össze tudom foglalni. Salgótarján az a város, amelyet eddig nem nagyon ismertem. Most viszont, hogy már sokat láttam belőle, nyugodtan ajánlom mindenkinek, aki nem tudja, hogy hol töltsön el mondjuk egy hosszú hétvégét. Ha ide jön, és azért előtte egy kicsit készül a látnivalókból, nem fog csalódni. Viszontlátásra! A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.